Sziasztok a Pluhácsiba pizzás pajtásokat, és itt van mellettem Kisi és Zsolt barátom, akivel hát szerintem egy olyan nagyjából majdnem 30 éves kapcsolat, 27-28 biztos, ismerjük egymást. Együtt tanultuk még az asztrológiát, úgy ismerkedtünk meg. Még volt időszak is, így van. És kérlek szépen, a Zsoltinak van egy speciális étkezési szokásai, és látta a pizzás videókat, meg amiket csinálok, és hogy lehet-e, ugye mondd el, hogy milyen típusú ételeket fogyaszthatsz, vagy mire vagy érzékeny, vagy mi az, amit nem eszel? Hát én életvezetési okokból főleg nehéz definiálni, tehát végzek egy speciális diétát, de mondjuk a vegán hozzá legközelebb, aha, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen lehetőségek és milyen variabilitás van a pizzában, legalábbis Laci meglátása szerint és gyakorlata szerint, hogy bármit meg lehet csinálni. Így van, és ezért mondtam, hogy van egy fontos feltétel, hogy glutén free legyen, gluténmentes legyen, és hát mondtam, hogy a pizza ez egy vászon, gyakorlatilag azt festünk rá, amit szeretnénk, és akkor elmondtad azokat az alapanyagokat, amit biztosan a diétádban most fogyaszthatsz, és akkor azokból fog most készülni. Jó? Így van. Na menjünk ide ebben a gluten free listből készül, gyerekek, a Stagioniból, ami egyébként szerintem per pillanat az összes általam tesztelt gluten free list közül szerintem a legjobb minőségi nyújthatóságra, ízre, állagra, hogy kilapul, mint pizza. De hát most nézzük meg majd, hogy mit sikerül bele pattintani, és megnézzük majd, milyen alapanyagokat fogunk. Így néz ki ez a tészta egyébként. Itt minimális bubikat lehet látni, ha közel menjük a kamerával, akkor ott lehet látni. Így. És most bízunk benne, hogy ez itt ki fog majd itt mászni innen, mert raktam ezért egy kis pici olajat alá, de ha nem, akkor segítünk neki egy picit kijönni. Így. Azaz. Arra kell figyelni a nyújtás során egyébként, hogy ez egy picit olyan, mint egy linzer tészta, hogy gyakorlatilag azzal a levegővel tudunk gazdálkodni, ami a szélén megmarad. Oké? Okay? Jó, tehát hogy úgy kell csinálni, hogy a széléhez véletlenül se érjünk hozzá. Talán lehet úgy is mondani, mint egy ilyen hagyományos pizzánál is, hogy annak óriási szerepe van, hogy a meglévő levegőt ne nyomjuk ki. Még egy sima gluténnél ugye akkor is megemelkedik az abroncs, hogyha főleg magasabb hidratációnál. Ugye ez fontos, ez 80-as hidratációjú tészta egyébként. Egy minimális olajat tartalmaz, olívaolajat a bedagasztásnál. Ugye só meg élesztő van benne. Ezt tegnap kezdtem el csinálni egyébként, és ez körülbelül volt egy 8 órát szobahőn, 4 órát mikor bedagasztottam, 4 órát most előtte, meg körülbelül egy 8 órát volt hűtőben. Tehát nagyjából így tűnik, így történik a nyújtása, oké? Okay? És akkor így, ahogy ez 250 grammos buci, tehát ennél azért nagyon sokkal nagyobb pizza nem lesz, de hát a Zsolti mondta, hogy azért ő nem eszik ennyit, mint egy 140 kilós magamfajta rinocérosz, úgyhogy ő óvatosabban diétázik, és azt mondta, hogy neki ez a méret is megfelel. Így van, Zsolt? Igen. Így van. Oké? Okay? Na. Most itt az a cél, ugye ha nézitek, általában egy gluten free liszthez hozzányúlsz, vagy tésztához, ha így megemeled, már eltörik, elszakad. Itt lehet látni, hogy van egyfajta látsága. Oké? Okay? És gyakorlatilag ennek köszönhetően sokkal jobb a kezelhetősége, mint pizza. Oké? Okay? Jó? Na most meg fogjuk feltétezni. Most a Zsolti említette, hogy a paradicsomot azt annyira nem szeretne most, hogy csinálunk egy ilyen sajtos alapot neki, gyakorlatilag. Olívaolaj, ugye? Igen, olívaolaj, így van. Olívaolaj, csak olívaolaj dolgozunk egyébként így. Egyébként is nem nagyon lehet kapni szinte jó minőségű, nagyon nehéz kapni olyan repcét, ami mondjuk tényleg hidegen sajtot és nem hexánnal finomítják meg minden egyébbel. De az olívaolajok közül is ez olyan egyébként, ami az igazi oliva.hu-ról van, tehát egy olyan úriemberen keresztül jut el hozzánk, aki saját maga még az ültetvényt is sokszor ellenőrzi személyesen, hogy hol készül az olívaolaj. És a sajt is, ha jól tudom, ilyen adalékanyagmentes. Így van, cheddar, gyakorlatilag ez egy növényi sajt, vegan food, azt hiszem az a neve, de majd be fogom rakni róla a képet.
és ez ilyen cheddar ízesítésű. Talán 4 vagy 5 alapanyag van benne összesen, tehát ami egyébként extra kevésnek számít. Az a jobb szerintem, hogy minél kevesebb. Minél kevesebb, így van, minél kevesebb hozzávaló van hozzá. És akkor Zsolt említette, hogy a cukkiniben minden rendben van, úgyhogy ez mehet rá. Úgyhogy rakunk rá egy kis cukkinit. És ezt a nagyon enyhén, szintén olívaolajban meg lett kicsit grillezve. És említette, hogy, ezt a paprika bruschettát ezt is fogyaszthatja. Úgyhogy ezt is rakunk rá. Így. Fokhagymával, ha jól így látom. Van, így van, így van, így van. És... Milyen szép színes lett. Igen, igen, igen. És akkor nagyjából így meg is vagyunk. Na most megkérdez Laci bácsi a kezét, és akkor csinálunk egy ilyen mesés vetést, és sütünk egy gluten free pizzát, és megnézzük, hogy hogy sikerül. Így. Na, szerintem ez nagyjából sikerült is szépen föltenni. De nagyon picit próbálok rajta még igazítani, hogy minél kerekebb legyen, hogy meglegyen ez a nápolyi pizza hangulatunk. Hát ha valami nagyon messze van Nápolytól, akkor ez a gluten free. Szerintem még egy pici sajtot rakok rá, Zsolt, egy egész keveset. Így. Nem sokat, csak éppen hogy. Jó szívvel veszem. Így. Na, és akkor csinálunk egy mesés vetést. Szintén beállítjuk másfél percre az időzítőt. Igaz. Minek kell törzségét érdemes figyelni? Hát általában a pizzáknál, amikor elkezd sülni a magas hőmérséklet, ugye itt most 500 fokon dolgozunk, vagy 490 éppen. Ugye a gluténes pizzáról beszélünk, akkor az abroncsok szoktak ilyenkor megemelkedni, és valóban elkészül másfél perc alatt. Ez olyan speciálisan jól összerakott olaszok által jól kifejlesztett liszt, hogy bizony itt is megemelkedik az abroncs, és itt is lesz egy ilyen nagyon erőteljes pizza jellege. Nem fog úgy megemelkedni olyan magasra, mint egy ilyen nápolyi stílusú tészta vezetéssel, egy tészta, de nagyon hasonlatos lesz. Ami másik nagy előnye még egyébként, hogy ennek a liszt keveréknek, ugye néztük, hogy rizsliszt, meg ilyenek vannak benne, ugye ami teljesen gluténmentes, hogy nagyon-nagyon jó ízvilágot sikerült eltalálni. Tehát amellett, hogy ilyen nagyon jó kis levegős, pizzaszerű abroncsok vannak, ezért, és amellett egy ilyen lágy, könnyű és pizzaszerű érzést kap az ember. És mellett egy gluten-free pizzához képest egy elképesztően jó ízvilágot. Tehát, hogy nyilván nem lehet összehasonlítani mondjuk egy királyrond pizzalisztel, vagy egy teljes kiörlésűvel, annak ilyen, tehát szerintem európai szinten egyik legjobb ízű tésztája van. Na, letelt másfél perc, de még lehet, hogy várok egy egész picikét, de szerintem nagyjából megvagyunk. Még egy nagyon picit a tetejére hagyok. Ugye a gluten free-nek azért kicsit mások a sütési, egy kicsit közelebb sütési tulajdonság. Nem látod, hogy azt mondod, hogy még egy fél percet a tetejére. Hát, vagy 10 szeket. Hát általában, hogy mennyire sül át, tudod, a barnaságából. Ez az, amit az évek adnak meg a tapasztalatok. Na, így néz ki. Na, nézd, hogy milyen szép kis csinivili kis pizzát patintottunk. Ez az újfaj, ez a cheddar, ez egy újfajta sajt volt, de nagyon szépen nem égett. Ugyanakkor gyönyörűen elolvadt, és adott egy ilyen jó kis szín. Egy kis saláta, esetleg nem rá valamilyen? Hogy már, persze. Igen. Vagy bazsalikon még. De a salátát milyen nézünk. Vagy spenót, kis spenót levél? Az lehet. Spenót, spenót levél. Oké? Hogyne. Adom egy kis spenótot, így. És akkor gyakorlatilag kész is van. Így a pizzánk. Nincs. És ettől lesz egy ilyen jó kis friss ízvilága. Jó, na hagyjuk meg, hogy kicsapjuk a párát, és akkor folyt köv az asztalnál. Itt van a pizzánk, gyerekek, fölvágtuk. Na, mutatom nektek, hogy hogy néz ki a cornicione, hogy miért sikerült alkotni ebből a gluten-free pizzából. Nézzetek meg, egy kis alagútunk is van. Úgyhogy ilyen kis guszta lett, és a Zsolti engedélyével még öntöttünk rá egy kis olívaolajat, ami 2021-ben az év oliva olaja volt. Úgyhogy hát lássunk hozzá a kóstoláshoz, Zsoltikám, hogy szokták mégis... Mondani,
legyünk stílszerűek, hogy pizza próbálja az evés. Így. Másnak. Úgyhogy hát már eleve ez érzésre egy könnyű tészta. Aha. És ez jó hír? Nekem jó hír, igen. Na. Mert annyit tudok én is, hogy mondtad, hogy az előny, hogyha egy könnyű... Így van. Nápolyi jellegű pizza, vagy milyen? Vagy ez... Hát az a nyújtás, ahogy próbáltam egy kis abroncsot kialakítani, hát hogy ez egy olasz liszt, Nápolyhoz szerintem olyan ilyen értelemben. Hát a stagioni is azt hiszem ezért egyik leghíresebb olasz malom. Most ez egy szégyen, de nem tudom, hogy nápolyi a stagioni, de lehet, hogy nápolyi malom. Na milyen ízvilágra? Hát nyilván a feltétek azok meghatározóak, de hát mondjuk a tésztát is lehet érezni, hogy... Na, hogy... Olyan tészta, hogy ez nem fekszik meg ön gyomrom. Tehát nem egy tömény, nem egy súlyos, tényleg ízre is egy könnyű tészta. Hát igen, az ember, hogyha sokat eszik tésztákat, tudja, hogy mi az, ami nem tesz jót a gyomornak. Igen, de egyébként én mindig pizzás voltam, tehát miért nem étkeztem, így akkor is mindenféle pizzát ettem. Jó ez a füstölt íz. Ez egy ilyen, ahogy összhangban van ezzel a könnyű tésztával. Igen, ez a fokhagymás bruschetta, ez a paradicsomos, vagy paprika bruschetta, az ad neki egy kis zamatot. Meg hát ugye ez az olívaolaj, nekem egy első élményem az volt, mikor először kóstoltam ilyen 100 pontos olívaolajat, hogy még nem kóstoltam olívaolajat. Tehát, hogy annyira extrém más íze van ezeknél a többnyire nagy bevásárlóközpontokban kapott olajokhoz képest. Tehát nagyon nagy az ugrás minőségre, mint a keleti, meg a nyugati autó között, tehát nagyon nagy a különbség. Gondolom, ebben nagyon kevés kell hozzá. Persze. Egy eszenciális, valószínűleg az állat. Így. Nem részes egyébként, nem. Hát most mihez képest? Ahhoz képest a világ legjobb olaja is 6900 forint egy fél literbe vele, vagy most tudom, 7 decis, mondjam, megnézem, de lehet, hogy csak fél literes. Annyira nem vészes, mert lehet már 20000 forint is egyébként, meg vannak ennél sokkal drágább olívaolajok, ez nem erről szól. Ez teti magát, fantasztikus. És ez, mi a jó, hogy mennyi alatt érik össze, vagy néhány perc, és már összeérik van? Hát ugye mondtam is a videó elején egyébként, hogy 4 órát volt szobahőn egyszer, aztán körülbelül 8 órát hűtőben, és még 4 órát. Mármint a tészta, azt tudom, de most a feltétekkel együtt, hogy ez mi már rögtön. Ja, mennyi dolgot elkészíteni, vagy mire gondolsz? Na, az, hogy az ízek, mert van egy ilyen ízek összeérnek. Aha. Hát van. Ugye eleve már ugye egy kicsit olasz stílusban, ugye előkészültek már az alapok, ugye a cukkinit ugye megrilleztem olívaolajon, a paprikát, a bruschettát pedig szintén meg volt sütve, bőrre lenyúzva, és akkor olívaolaj, meg egy kis fokhagyma került le gyakorlatilag, és ugye ez elő van készítve, és ugye ez könnyíti az emésztést mindenképp, és ad neki egy ilyen sokkal, hogy mondjam, zamatosabb ízvilágot, kihúzza jól az ízeket. Nagyon jó az összhang, az biztos, hogy érzik az előkészítettség, amiről beszéltél, mert egyáltalán olyan ízű, mint ami nincs így előkészítve. Hát gondolom már volt, hogy ettél azért már gondolom gluten-free pizzát, nyilván valamennyi összehasonlítás alapod van. Hát megmondom őszintén, hogy olyan gluténmentes pizzákat ettem, amik kaphatóak boltban, és ez a fagyasztott, hát hasonlítani nem lehet. Zongorázni lehet a különbséget, meg amit még ettem régebben ilyen vendéglátóipari üzemegységekben, az sem volt olyan, ez fantasztikus. Más világ. Ami meg meglepett, amikor készítetted, hogy milyen hamar el lehet készíteni, tehát igen. Hogy ugye mert egy mireli dolgot pár perc alatt megcsinálunk, ez egy dolog, de ez viszont itthon minden megvan hozzá, és mennyi? 1 perc 30? Igen, annyi volt, 1 perc 30. Hát nyilván, amit hozzáad időben, hogy amíg előkészíted gyakorlatilag ezeket a feltéteket, ugye megsütöd a paprikát, ugye az negyed óra a sütőbe, lebőrözöd, fölvágod egy cukkinit, mondjuk azok is percek alatt kész vannak. Tehát ugye ez nem egy sütésre készült, úgyhogy ez így plusz energiában nem került, úgyhogy gyakorlatilag így néz ki. Hát ha íz lett is, állaga is jó, Zsoltikám egészségedre. Pillanatos ötös. Örülök, hogy el tudtál jönni, és így tudunk egy kicsit... módon érkezik. Tudunk egy kicsit az asztrológiáról, meg az élet dolgairól beszélgetni. És folytatjuk kamerán kívül. Így. Köszönöm szépen, és pizzapartyik nektek is jó pizzázást, és aki a gluten-free-re van rákényszerülve, a Stagioninak a gluten-free
pizza tésztáját tudom nektek ajánlani, mert nagyon szép kis abroncsos tésztát lehet vele készíteni, úgyhogy szerintem elégedettek lesztek vele. Vagy ha szeretné, jó szívvel ajánlom mindenkinek, és jó étvágyat. Köszönöm. Sziasztok!